történetként. Ahhoz, hogy jobban megértsük a történéseket, idézzük fel azokat a történelmi tényeket, amik a forradalomhoz vezettek. 1945. április. Véget ért a második világháború. Felszabadultunk, gondolták volt mindenki, nem is egy, hogy még nincs vége a nyomorúságnak. Egy ország romokban hevert. A nép óriási erővel látott neki az újjáépítésnek, nem sejt, hogy a minket védő, hazánkban idézőnesen beköltöző szovjet hadsereggel együtt beköltözik az emberekbe a rendszerés. Emberek, tízezerek vitték ki a Szovjetunióba dolgozni, ahonnan közül sokan biztosan férhettek már. Hazánk vezetője Rákosi Mátyás fel. Rákosi a más véleményen lévő embereket jobb esetben börtönbe zárhatta, igen sokszor azonban kivégeztette. Megszüntette az öt pártrendszert. Az országban csak a kommunista párt, a magyar dolgozók pártja működhetett. Az összes újságon, könyvet, filmet, szigorú cenzorok vizsgálták. Olyan mű kerülhetett közönség elé, mely Rákosi és a kommunistákat éltette. Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni. A hibás tájékoztatás miatt bekövetkezett az életszínvonal zuhanás erő csökkenése. Kevés volt az élelmiszer, a ruha, a cipő. A parasztikulát vették a jövő jelentőbe kimogsik. Erőszakra kényszerítették az embereket a termelőszövetségbe. Dombolt az igazságtalanság. Március
25-ét és október 6-át nyilvánítsák nemzeti ünnepét. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot! Szabad a rádiót! A tömeg bírkosan növekedett, az ifjúság követelései újjak a legészültek. Több párt rendszer. A beszolgáltatási rendszer felülvizsgálását és az egyénileg dolgozó parancsát támogatását. Az ártatlan elítélt politikai foglyok részére teljes amnestiát és a hátrányba kerültek rehabilitálását. A rádió előtt a tömegköveteléseit a mikrofon elé akarta vinni. A válasz a politikai rendőrség sortüze volt. Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, dirergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Rólunk beszélnek minden nyelven, sikongott Éter és csodál. Dávid harcol Góliát ellen. Thank you.
átír Magyarország, és eget fölnél feketét. De holnap lesz múlt szemek, az átlagkal kivirágzanak. Holnapra milyen eleve áram majd a holtakból. Földnek fiai csöndje majd, és földeték milyen szavak. Ne feledd a tér, ahol elestek ők, a földet se feledd, bárhol múltak elő. Fajtánk úr férfiai, az a föld, szent ügyhős helye lett, ne feledd hátra. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világot. Megteremteni, ami nincs sehol. De itt van mindnyájunkban mégis, belőlük sürgetve dalon. Újra hinni, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Forradalom évfordulóját, és ezen napon kiáltották ki a Magyar Köztársaságot.